Ugye egy kicsi faluba születtem, ahol senki előttem példakép még nem volt. Családomban orvos nincs, faluba születettek között orvos nincs. Viszont egy jó családi háttérrel rendelkeztem, megtanultam a munkát, a kitartást, megtanultam, hogyan kell másokra figyelni, hogyan kell másokat szeretni. És ebbe a kis faluba egyszer csak hetedikbe jött egy fizika-matematika tanárunk, aki akkor végezte az egyetemet. Hát annyira megszeretette velem a matematikát, fizikát, hogy rögtön nyolcadikba egy országos matematika versenyt nyertem, úgyhogy második helyezett lettem. Hát ez óriási szó volt ebben a kis falubú osztatlan iskolából. És akkor úgy gondoltam, hogy én matematika, fizika szakos tanár leszek. Ez így volt a gimnáziumban is, mind másodikos koromig, amíg be nem kerültem egy városi kórház sebészeti osztályára. Hát mondanom se kell, egy átforrodott vakbélgyulladással Tehát műtöttek. kellemetlen Kellemetlen eset volt élmény, ez. igen. Egy átvirasztott, nagyon szomorú, síros, gyötrelmes éjszaka után határoztam el, és ígéretet tettem, megfogadtam, ha én most az egyszer életben maradok, akkor olyan pályára megyek felnőtt koromba, hogy a betegeken segíthessek. Így kezdődött, hogy ettől kezdve aztán egyenesen az orvosi pályára készültem. Szegedet megpályáztam, 1963-ban érettségiztem, még ebbe az évbe fölvettek a Szegedi Orvostudományi Egyetemre. Gyönyörű 6 évünk volt. Mondanom se kell a felvételi, hogy mennyire jól sikerült, tehát ez most lehet dicsekvésként hangzik, de ki akarom hangsúlyozni, hogy nem mindegy, hogy milyen tanárok indítják a gyereket útnak. Nekem annyira áldott jó matematika-fizika szakos tanáraim voltak, hogy ott a felvételi, fizikából kellett felvételiznünk, az egyik tantárgy az volt, 2 óra hossza volt ráadva, és én 15-20 perc alatt kivettem a kész megoldott feladatokat. A vizsgabizottság oda volt, hogy ne adjam fel, hát orvos szeretnék lenni. Igen, de mondom, én már készen vagyok. Szóval hálát adhatok a tanáraimnak, akik annyira jól felkészítettek abban az időben, hogy én azt hiszem, hogy kicsit nekik is köszönhetem, sőt, hogy bejutottam ide. Akkor rögtön utána elvittek a felvételinél szóbeliztetni. Szóbelinot megkérdezték, latin tudásom van-e? Hát mondanom se kell, semmi nem volt. Én gimnáziumban németet tanultam. És akkor nagyon aranyosak, helyesek voltak, mert mondták, hogy na nem baj, majd őszre itt akkor folytatja, megkezdi a tanulmányokat. És én olyan boldogan mentem már haza, hogy engem fölvettek az orvosira. És nagyon-nagyon híres professzoraink voltak Szegeden, csak hálával tartozom mindegyiknek. Ottan harmadiktól kezdve ilyen tudományos diákkörös voltam, és ötödikbe terveztem el, hogy én belgyógyász leszek. Ott lehet legtöbbet, úgy éreztem segíteni az embereken, és mikor végeztünk, 3 helyet megpályáztam, 3 városba belgyógyászati osztályokat, mind a 3-ra fölvettek. Nagyon mesés volt az itteni helyzetem, Szent Gáli igazgató úr volt még, és eljöttem, hogy hát akkor én is szeretnék majd itt dolgozni, és akkor leültetett, hozzá kell tennem, hogy egész éjszaka tanultam a belgyógyászatot, mert mondom, biztos, mennyire ki fog engem kérdezni, hogy tudom, mint tudom. Ugye a megyei kórházról van szó, a Balassaján Igen, és a megyei Balassa kórházról. kórházon, a helyi kórházon, és akkor leültetett az igazgató, 2-3 mondatot beszélgettünk, jól van, Klára, föl van véve, jöjjön majd akkor szeptemberbe. Hazamegyek, drága jó szüleim még éltek, onnan fölvettek a szekszárdi gyógyászatra. És rögtön édesapám, édesanyám, te ezt szóba mondták? Csak igen, szóba, hát a igazgató mondta.
azonnal írjam el, amit írásban annak, az az igazi. Hát pláne érvényes ez mai napokra. És ismerni kellett a Szent Gál igazgatórat. Megcímeztem, feladtam, egy napon belül ott volt, hogy én, dr. Szent Gáli Gyula, a Tolna megyei Balassa János kórháznak az igazgatója, kijelentem, hogy Katona Klárát alkalmazom az egyes belgyógyászati osztályon. Tudod, félve is jöttem utána el, hogy ja Istenem, mostan jó jel ez nekem, vagy nem, de hát nagyon rendes volt utána is velem. Itt aztán az egyes belgyógyászatra kerültem, Meskó Kálmán főorvosorhoz. Hát áldom, mert tényleg Ángyán klinikán tanulta a főnököm, de mindenre megtanított bennünket. Egy általános belgyógyász képzett, egészben nézni az embert. Ott a belgyógyászaton mi mellkascsapolástól a végbéltükrözésen keresztül mindent csináltunk. Tehát nem volt ennyire szakosodva az orvos tudomány, mint amennyire most talán, nem? Igen, hogy azért több mindent csinált egy orvos, mint a mai napokban. Igen, és nagyon érdekes volt a belgyógyászati pálya. Hát belgyógyászatban szakvizsgáztam 74-ben, de boldogok voltak a betegek, hogy meggyógyultak, hogy mehettek haza. Teljesen más lelkivilágú betegek azok, mint a reumatológiai betegek. És nagyon sokat köszönhetek nem csak a főnökömnek, Meskó főorvos úrnak, hanem teljesen egy ilyen fiú kollégák közé kerültem. Hát megtanultam tőlük a kitartást, ezek a férfi kollégák azért másra van a nők, meg egy nagyon jó pofa aranyos társaság volt tényleg. És látod, hogy milyen az élet, alig, hogy ide kerültem, 2 hétre rá besorozták őket katonáknak, a fiú kollégáimat, és egyedül maradtam a Meskó főorvosával rá, írd és mond 100 ágyon, én a kis 2 hetes diplomámmal, hát a reggeltől estig viziteltünk, ottan láttuk el a betegeket, nagyon érdekes, szóval rögtön mély vízbe esett az ember, és sose felejtem el, hogy talán 4 vagy 5 nap múlva, amikor idejöttem, már éjszakai ügyeletes voltam. Akkor is olyan orvoshiányféleség volt, de volt mellettünk idősebb szakorvos, csak tudod, nagyon érdekes volt, hogy nem illett azért fölkelteni, azért illett megoldani a problémát, hogy mi a betegnek a betegsége, minden. És első ügyeletben sose felejtem, mert 1:30-ig lestem, hogy ja, jöjjön már egy mentő, hadd gyógyítsa már meg, hadd mérjem már meg magamat, hogy ugyan milyen, mikor teljes egyedül vagyok, és nem tudok senkihez se szólni. Na és aztán utána jött reggelig, vagy 7-8 mentő, úgyhogy nagyon jól kifogtam rögtön az első ügyeletet, de legalább olyan önbizalmat adott az embernek, tudod, hogy meg tudtam oldani a dolgokat. És hogyan jött például a reumatológia az életébe? Hát a reumatológia, hogy én átmentem oda, a 2 szép gyerekemnek köszönhetem. Hát az ugye nem mondtam, 69-ben jöttem ide, 70-ben férhez mentem, utána szültem 2 gyereket, nagyon aranyosak, helyesek, hát felnőtt emberek már, szóval. És úgy volt ez, hogy a belgyógyászaton ott felmértem, hogy azért nő vagyok, rettentő sokat kell dolgozni, reggeltől estig. Ott nem úgy van, hogyha délután 4-kor jön a beteg, hogy nem kötöm be a vért, hogyha az kell neki. És akkor tudod, rágondoltam, hogy itt valami módosítást kell csinálni. Nagyon szeretem az orvosi pályát, nagyon szeretem a belgyógyászatot. Csak hát ott volt a család, ott volt a két gyerek. És nem egyszer, nem kétszer, és amikor már másodszor hallottam a gyerekeimtől azt, hogy anyukám, csak mi voltunk legutolsók az óvodába, bölcsődébe, csak a dadossal voltunk már, te miért nem jöttél előbb? Akkor gondoltam, hogy akkor itt váltani kell, és így mentem át a reumatológiára. Hát a reumatológián nagyon aranyos főnököm volt, a Fenyázi főorvos úr személyében,
Nagyon sokat köszönhetek neki. Rögtön az első hetekben már bevezetett a reumatológiás kórképeknek a rejtelmeibe. Csak tudod, akkora változást éreztem egy ilyen aktív belgyógyászati munka után. A reumatológiai beteganyag teljesen más. Rájöttem arra, hogy itt a reumatológiai betegeknél nem biztos, hogy örömmel mennek haza, mert tulajdonképpen segíted, gyógyítod, kihúzod abból a mély fájdalomból, de ott van a beteg előtt, hogy ki tudja, meddig lesz ez így, hogy nincs fájdalmam, újból jön az egész. Tehát nem lehet ilyen látványos eredményt elérni egyik napról a másikra, vagy egyik hétről a másikra. Igen, és itt jöttem rá a reumás betegeknél, hogy itt nem elég a testet gyógyítani, itt a lelket is gondozni kell. Tudod, az, aki be van egy szobába zárva, nem tud megmozdulni, nem tud az ablakig elmenni, a szomszéd hozza a kenyeret, mert nem tud kitipjegni, tapogni, azoknál más a gyógyítás. Szóval annak a lelke is egy kicsit valahol torzul. Pláne még, hogyha a család se oda se néz, hogy nem nyit rá ajtót. Nagyon elkeseredett, meggyötört emberek, sajnos a reumás betegek egy ilyen. És erre van idő a mindennapok sűrűjében, amikor tudjuk, hogy kevés az orvos, tudjuk, hogy nagyon sok a beteg. Erre oda tudnak még figyelni? Sajnos egyre kevesebb az idő, ez fájlalom, szóval egyre több a beteg, már az ember nem is tudja, hogy mit tudjon csinálni. Máskor leülhetett az ember az ágya mellé, elkérdezgettem, mi bántja, mi a helyzet otthon. Most erre már nem érsz rá. Nem, nincs rá időd. Pedig nagyon sok szíves betegségnek, vagy szíves lelkivilágnak, egy rossz lelkivilágnak lehet melléktünete a reuma. Fájhat a háta, például attól, hogy összeveszett a főnökével, összeveszett a családtagjaival. Egy nagyon mély lelki bánat hátfájást okoz. Tehát senki nem is gondolza. Hat ennyire komolyan? Ennyire komolyan. És tudod, hogy ha tényleg az ember ráérne, és egy jó pszichológus lenne, hogy a beteget tudná vezetni heteken, éveken keresztül, azért ki lehet húzni a gödörből, ebből a mély depressziós dologból, csak idő kellene hozzá. Idő. Ami meg sajnos egyre kevesebb. Egyre kevesebb. Nem is tudom, hogy miért változott ennyire meg már az egész orvostudomány. Pedig már mostan annyi gyönyörű képalkotó eljárás, minden van. Pillanatokon belül megmondják azt neked, hogy gerincsérved van, ez van, az van, vagy epeköved van. Ez régen nagyon nagy művelettel tudták megállapítani. Például epekőbetegségnél is betöltötték vénásan, betöltöttük azt az anyagot, ami a röntgenen kirajzolódik, de mondjuk érted, még töltötted, addig is tudtad beszélni a beteggel, elkísérted a röntgenbe, ottan lefényképezték, úgymond, ott is tudtál vele beszélni. Most meg pillanatokon megmondják ezek a műszerek, hogy mi van, és ennyi. Szóval nincs az a jó kontaktus szerintem már sajnos a betegek meg az orvosok között. Hogyha már a technikát említettük, akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy a reumatológiai osztály, aminek ön a vezető főorvosa, mennyire tudta felvenni a modern kor vívmányainak eszközeit, mennyire tudja alkalmazni a modern technikát, mennyire felszerelt. Uh-huh. Ugye ez nagyon fontos manapság. Hát ez így van. Én 1988 óta vagyok osztályvezető főorvos a reuma osztályon, és 94-ben ebből a műemlék jellegű épületből, ami a kápolna mellett van, költöztünk a mostani helyünkre. Eredetileg ez már a hetedik költözése volt a reumatológiai osztálynak kórházon belül.
Na most azt akarom ebből kihozni, hogy a jelenlegi helyünkön nagyon jól felszerelt gépeket kaptunk. De hát azért 94, most meg már azért mégiscsak többet írunk. És akkor meg tudtuk nyitni egy ilyen hidroterápiás részleget, van ilyen több funkciós elektromos kádunk, amiben tangentot, örményfürdőt tudunk adni, akkor volt víz alatti ultrahangunk, van négyrekeszes kádunk, szóval azért jóval több, mint a régebben volt, és nagyon sok gépet kaptunk akkor, kaptunk rövidhullámú készüléket, magnetoterápiát, hadd ne soroljam, egy csomó gépet, csak tudod, az a baj, hogy ezek a gépek is idővel azért romolnak, amortizálódnak, és újakra nem nagyon van kilátás. Különben, amire nagyon büszke vagyok a reumatológiai osztály keretében, hogy 97-ben, igen, 96-ban írtunk egy pályázatot, és akkor megkaptuk azt a lehetőséget, hogy itt Szekszárdon a kórházban osztaporózis csontritkulás centrumot létesítsünk. De most két pályázatot is írtunk, akkor kaptunk egy alkalmérő csontritkulás mérőt, mostan egy olyan 2-3 éve egy teljes test csontritkulás mérés. Úgyhogy a megyének az egész csontritkulásos betegét tulajdonképpen le tudjuk mérni. Egy olyan 6000 körüli gondozott betegünk van, de hát hogyha ugyan nagy átlagot veszem, hogy a magyaroknál 1%-ban olyan 900 000, 1 millió körül az oszteoporózisos beteg, azért a megye létszámához viszonyítva még mindig nem fedeztük fel az összes oszteoporózisos csontritkulásos beteget. Úgyhogy még mindig van egy kis elmaradásunk, jöhetnek a betegek csontritkulás mérésekre. Az, hogy mondjuk kiemelt kórház lett a Balassa kórház, és hát gondolom azért így is elég sok beteggel foglalkoznak napi szinten az intézmény falai között. Ez mennyire fogja befolyásolni, hogy a megye minden területéről szinte ide kell, hogy érkezzenek a betegek? Hú, rálátásom sincs a jövőre, úgyhogy szerintem a jövőre ne kérdezz. Egyelőre úgy vagyok, hogy lehet, hogy egy kicsit félek a jövőképtől. Ahogy így az internetről levadászta az ember, azért a mi 34 ágyas reumatológiai osztályunkat is 18 ágyra fogják csökkenteni, vagy csökkentik, vagy ezért is érdekes még. Ez a kérdés, ugye, hogy mert hogy ágy szám csökkentésről beszélünk, és közben meg, hogyha a kórházak száma csökken, akkor az emberbe felmerül, hogy ugye nem, hogy csökkenteni kellene az ágyak számát, hanem talán növelni, hiszen több beteg érkezhet elviekben az intézményben. Te ezt az ágylészem csökkentést azért ne teljesen így érts. Például ez úgy van, hogy a mi aktív reumatológiai ágyaink krónikusba mennek át. Hogy milyen krónikus ágyak lesznek, az kicsi vagyok, az nem tudom megjósolni. De nagyon sajnálni fogjuk ez az elvesztett aktív reumatológiai ágyainkat. Annál is inkább, mert értsd, Tolna Baranya, Somogy megyébe, három megye, ez egy régió, 20 ágyat kapott a Pécsi Egyetem, és 18-at mi. Össze-vissza 38 aktív reumatológiai ágy létezik a három régióba. És akkor gondold, de ott van Harkány, ott van Nagyatád, azért jó pár kórház van még rajtunk kívül, akik reumatológiával foglalkoztak. Úgyhogy a jövőképről ne kérdezz. Egyelőre maradjon a kérdőjel, aztán majd meglátjuk hogy hogyan alakul. Egyébként a reumatológ, tehát a reumás betegek száma mennyire növekszik? Figyelemmel lehet ezt kísérni, ezt a növekvő tendenciát? Látható a mindennapokban? Mert ugye hallani hétköznapokban, hogy az ember itt panaszkodik, ott panaszkodik, így fáj, úgy fáj, de hogy ez le is csapódik-e
önöknél? De figyelj, a reumatológiai betegségek mindig voltak. Csak tudod, talán az a különbség, hogy nem mentek szakorvoshoz el. Most, hogyha valakinek fáj valamie, történetesen egy tavaszi nagy kapálás után fáj a dereka vagy a keze, már reumatológus szakorvoshoz megy, hogy mi a baj, hát fáj a dereka. Közben holott, egy kis izomláz. Szóval régen nem szaladtak azért rögtön szakorvoshoz. Ha elment valaki, még akkor is a házi orvosánál kezdte. De most rögtön hozzánk jönnek. Holott mindenkinek kopik a térde, kopik a csípője, időskornak a betegségei ezek jóformán. Hát már a dinoszauruszoknál is már kimutatták, hogy kopottak voltak az izületeiket, mert régóta élnek ezek a reumatológiai megbetegedések, de talán ennyien nem jelentkeztek orvosnál, én azt hiszem. Tehát akkor nem arról van szó, hogy a reumás betegek száma, tényleges betegek száma nőtt, hanem hogy egyre gyakrabban keressük fel kisebb problémákkal is az orvosunkat. Igen, meg azt azért akárhogy veszünk, csak öregszik a társadalom. Szóval régebben, nagyon régen ezt az idősebb kort nem várták meg az emberek. Rég meghaltak, mikor kijöttek volna ezek a kopásos betegségek. Most nagyon sok idős ember él. Mondjuk hála Istennek, csak ne szenvednének, legalább ne fájna nekik. Úgyhogy kellenek az idősek, jó tanácsadók, bölcsek, végigjárták az életiskoláját, nagyon meg kell becsülni őket. Csak legalább a fájdalmukat tudnák enyhíteni, csökkenteni. Hát közeleg a beszélgetésünk vége. Én azért hadd térjek még vissza egy kicsit Klárára. Ugye azt nem mondtuk el, hogy már 37 esztendeje. Pontosabban azt hiszem, hogy az évszám azért elhangzott, hogy mikor került ide Szekszárdra, mikor kezdte az orvosi pályafutását. 37 év. Ez azért óriási idő. Egy munkahelyen, meg azért az egészségügyben dolgozni ennyi évtizeden keresztül bizony komoly kitartásra ösztönzi az embert. Hogy tartott ki ennyi ideig? Így van. Szóval akarat kell hozzá, akarat, meg az emberekbe vetett hite, meg a segítőkészség, szóval nagyon szép az orvosi pálya. Én állítom, 7 életem lenne, akkor is orvos lennék. Szóval néha... Egy perce se bánta meg, hogy... Egy perce se. Hogy nem hála tanár Istennek, lett mondjuk. Nem. Hála Istennek az égiek úgy gondoskodtak, hogy erre a területre mentem. Nagyon, nagyon szeretem ezt a pályát, és tényleg... Nagyon sok szépsége van ám, nagyon sok minden történik bent az emberei kórházon belül is, nagyon sok betegtől, nagyon érdekes dolgokat lehet hallani, viccektől kezdve minden, szóval egy nagyon szép pálya ez. Ennél szebb nincs. Hát legyen ez a végszó, és engedje meg, hogy én sok sikert kívánjak még a jövőhöz. Az kicsit kérdőjeles is, de azért bízunk benne, hogy sikerekkel teli lesz az elkövetkezendő jó néhány év. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Kedves nézőink, önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Tartsanak velünk legközelebb is, minden jót, viszontlátásra!